2019-ben fogadta magához a későbbi áldozatot apa és fia. A nőt mindketten rendszeresen ütötték, vágták és szexuálisan is bántalmazták. Volt, hogy az egyik közellakó ismerősüktől egy fűnyírót vettek, a gépet pedig az asszony szolgáltatásaival fizették ki. De az is előfordult, hogy mindketten közösültek vele, a sértett akarata ellenére. Az ügyben most tartottak tárgyalást, amin szerettünk volna mi is részt venni, ám a bíró a nő jogaira való tekintettel zárt eljárást rendelt el. A törvényszék szóvivője azt mondja, a két vádlottra közel 30 év börtönbüntetést kér az ügyészség, nekik ugyanis mások mellett emberkereskedelem, fogyatékosságot okozó testi sértés és nemi erőszak miatt is felelniük kell. Ezen bűncselekmények büntetési tétel kerete a halmazati szabályokra és a többszörös visszaesésre is tekintettel 2-től 18 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a vádiratban beismerés esetére 17 év szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Vagyis az elsőrendű vádlott, az apa, akár 20 évre is börtönbe kerülhet, az előkészítő ülésen ugyanis mindent tagadott, de a fiára sem vár fényes jövő. A másodrendű vádlott, az elsőrendű vádlott fia, ő erőszakos többszörös visszaeső. Az ügyészség a vádlottat szexuális erőszak büntettével vádolja, amelynek büntetési tételkerete az erőszakos többszörös visszaesése tekintete 2-től 16 évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben beismerni a bűncselekmények elkövetését 11 év fegyház kiszabását indítványozza az ügyészség. Az ügyben várhatóan ősszel tartanak újabb tárgyalást.